A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, eljött ez a nap is, 2023 utolsó kezdőkör adását látják. Ez nyilván mindig egy kicsit ünnepi, ennek megfelelően igyekeztem nagyon prominens társaságot gyűjteni az asztal köré, úgyhogy legnagyobb örömömre itt van velünk Kaiser Tomi, aki annak idején együtt vezette velem és találta ki ezt a műsort, immár fővárosi kolléga, de azért még szeretjük. Köszönöm szépen! Horog László, nem annyira, mint régen. Horog László, akit pedig az egész világ szeretve, tisztelés ámulva néz, Fehérvár újságírásának a koronázatlan királya. A Lacit a világ egyik fele ismeri, de a másiknak is van véleménye róla, és az pozitív, nem? Így van. Neki meg nem értett celeb vagyok az elhagyatott anyavilágban. Neki pedig mindenről nagyon megalapozott és mérvadó véleménye van. És itt van velünk fiatal titán kollégánk, Ferenci Nagy Levent, aki másodszor van az újságban, a műsorban. És hát kicsit tartok tőle, hogy meg sem mer szólalni ilyen impozáns társaságban. De azért megmerek köszöntöm a tévénézőket én is. De hogyha nem szólalsz, meg még mindig ütheted a ritmust. Igen. Mert ugye Leviről azt kell tudni, hogy az RBD-ben, a Fehérvári Ultra B közében a dobot kezeli, és ennek megfelelően tulajdonképpen adja a szurkolás alaphangját, meg ritmusát. Úgyhogy nyilván, amivel kezdenünk kell és beszélnünk, így most már az egész őszre visszatekintve a fehérvári foci kapcsán, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy így az utolsó mérkőzés a Paks elleni rangadó, ahogy ugye a nagy meglepetésre őszi bajnok Paksot fogadta és verte meg simán a Vidi, méltó volt ahhoz az őszhöz, amit a csapat produkált. Gondolom, Levi, ennek megfelelően nektek is tetszett, de nem tudom, mennyit láttál a meccsből. Én, amikor belenézek oda a B közébe, azt látom, hogy a dobos speciál az nem is a meccset nézi. Hát azért bele-bele nézegetek, hogyha van rá lehetőségem. Nagyon-nagyon boldogok voltunk most a szezon végén, és amit valószínűleg kevesebben tudhatnak a tévénézők közül, a meccs után Bartosz lejött hozzánk a klub 1941-ben, ugye az a klubhelyiségünk a Kisbudain, és megköszönte a szurkolást, szóval ez még dobott egy kicsit a hangulaton. Hát igen, sokat beszéltünk róla, hogy Bartók Zselák nagyon sokat tesz érte, hogy ne csak egy zsoldos vagy egy pénztkereső edző legyen, hanem valóban egy kicsit identitást is szerezzen itt Fehérváron, mitől ezt elvárja a csapattól. És még magyar szavakat is tanult egyébként. Na hát cserébe te is tanulhatsz egy kis lengyelt tőle, vagy svédet. Vagy svédet. Melyik a nehezebb. Szóval, hogy igen, Zselákot nyilván nem tudjuk megkerülni, amikor a videó őszéről beszélünk, de beszéljünk egy kicsit előbb erről a meccsről. Ugye nyilván senki nem gondolta volna, főleg augusztus-szeptember tájékán, hogy egy bronzérmes pozícióban játszunk a Paksal, aki pedig megnyeri addigra az őszi szezont. Ennek önmagában nyilván nincs nagy jelentősége, de az, hogy nem is tudom, azt hiszem 4 vagy 5 év után fordul elő, hogy nem a Ferencváros fordul első helyen tavaszra, az mindenképpen egy említésre méltó dolog. Együtt néztük Tomival a meccset, láttuk Lacit is, aki ugyan nem vett minket észre, de hát nyilván jobb dolga volt a nézőtéren. Tehát mindannyian ott voltunk, az a lényeg, úgyhogy el tudjátok mondani, hogy mennyire volt számotokra meglepő, hogy ennyire simán megverte a Vidi a Paksot. És azt kell, hogy mondjam, nem elkoptatva az egyébként már azóta elkoptatott közhelyeket, hogy talán tényleg az ősz legjobb játékával tette mindezt. Tehát nyilván megadta az alaphangot ott a meccs elején, az a gyors gól, és onnantól kezdve igazából pole pozícióba került a Fehérvár, de ezzel így összességében tényleg jó focizott. Most nyilván egyébként az egész őszre jellemző volt, hogy most olyan rettentő jó meccseket még nem játszik ez a Vidi, ez nem azt tanulta szerintem meg, hanem megtanult nyerni, megtanult bizonyos szituációkból jól kijönni. Most ez a Paks elleni mérkőzés, ez egy olyan meccs volt, ahol tényleg jól is játszott, de ezt meg nyilván tudjuk, hogy bizonyos szempontból Bognár György csapatai ellen könnyebb futballozni, mert hogy nem alapvetően Bognár György filozófiája nem az, hogy öli a játékot a csapatával, úgyhogy nyilván ez is közrejátszott, meg a gyors gól, a második gól az szerintem kifejezetten egy,
egy szép, szép támadás volt. Az még nyilván látszik, hogy Bartosz Zsálák azért pontosan tudja, hogy ez a csapat, ez még nem feltétlenül az a csapat, amelyik majd a bajnoki címért küzd, még hogyha tulajdonképpen minden reális esélye most még megvan, és lehet, hogy ha mondjuk két évvel ezelőtt áll így a csapat, mondjuk ugyanezzel a kerettel, akkor arról beszélünk, hogy most tavasszal a Fradit el lehet kapni. Most ugye az egésznek más a szaga azáltal, hogy ugye például Garancsi István a szezon elején azt mondta, hogy ennek a csapatnak ugye a bennmaradásért kell küzdeni. Eleve ugye érdekes módon maradt benne a Vidi azáltal, hogy ugye azért egy elismert bírói hiba közrejátszott abban, hogy ugye a szezon utolsó mérkőzésén tavaly, hogy itt a felcsút Honvéd meccsen nem adtak meg egy 11-est a Honvédnak. Tehát, hogy ennek az előjelé, ezekkel az előjelekkel együtt mindez még nem az a csapat, amelyik feltétlenül oda tartozik, ahol. És ez pontosan abból látszott, hogy mondjuk 2 vagy 3-0-nál Bartosz Zsálák még nem kezdte mondjuk becserélni a fiatal játékosokat, vagy a sérülésből visszatérőket. Hát nem is nagyon lehet valószínűleg a mai fociban akármi 2-0-nál sem. Nagyon érdekes egyébként azon gondolkozni, hogyha vezetnénk egy olyan statisztikát, hogy azokon a mérkőzéseken, amelyiken az egyik csapat ennyire nagyon korán gólt szerez, tehát mondjuk az első 5 percen belül, akkor szerintem legalább fele-fele lenne az, ahol a végén kikap. Tehát azért ez egy olyan csalafinta helyzet is tud lenni, amikor esetleg túlzottan meggyugszik egy csapat, vagy az ellenfél kellően felpörög a mérkőzésre. A másik pedig hát ez a lehetséges kimenetel, hogy akkor lesz belőle egy sima győzelem. Azt azért gondolom, hogy mindenki magában leszögezte, hogy nem marad a végeredmény a 40. másodpercben szerzett góllal 1-0. A másik pedig hát Bognár Gyuri, majd mindjárt beszélünk a Paksról is nyilván, ha már Laci is itt van, aki a téma elismerte legnagyobb szakértője szélesen hazában. Szóval, hogy neki ugye mindig voltak olyan pillanatai, mondásai, tényleg bátran a konfrontációt és a véleményének a megütközést keltő jellegét is vállalja. És annak idején, amikor Paulo Sousa volt ugye a Vidi edzője, mondta az Bognár György, hogy hát védekezni azt mindenki tud. Tehát, hogy tulajdonképpen volt egy ilyen megjegyzése, Sousa nagyon jól megszervezett, nem látványos focit játszott, de európai szinten is ugye jól védekező csapatára, hogy hát jó, hát védekezni mindenki tud, ami nyilván nincs így. De most nekünk úgy jól jött, hogy a Paks nem annyira tudott védekezni, egy bedobást mondjuk levédekezni az első percben. Tényleg a nagy kérdés az lett volna, hogyha a Paks azért teli csapattal áll fel, tehát nekik azért érdekes volt Bognár György meccs után nyilatkozott, hogy 145 percet szereztek pluszban, az elszámoláshoz nekik nagyon szükséges. És itt fiatal van azon... percet. Igen, és az biztos, hogy azért óriási bravúr, hogy így is egy ponttal vezetik a tabellát, hogy nekik nagyon kellett figyelniük arra. Csak egy egyszerű példa, hogy van a klubok, akik ezt különösebben nem foglalkoztat, tehát a Bodog Tamás mondta annak idén a Kisvárdával, hogy ő nem fog ilyen állást többet vállalni, mert Magyarországon, ha nem vagy sztáredző és nem nagy klubnál dolgozó, szembesülsz azzal, hogy az utolsó fordulóban a Kisvárda edzőjeként nyernie kellett a bennmaradáshoz Diósgyőrben, meg még 50 milliót kellett keresni, és végig a pályán kellett lenni egy utánpótláskorú játékosnak. És azt mondja, egyszerre ez így óriási a nyomás. Pakson nem ez a fajta nyomás van, csak itt 300 millió a tét, ami nekik a nyugodt hétköznapokhoz rendkívül módon szükséges. Még annyit talán a mérkőzésről, hogy Bartosz Zsálák, én nem bántottam korábban, de kapott azért hideget, meleget, hogy nem lehet látni, hogy mit játszott a csapatával. Ez a meccs tökéletesen igazolt, hogy pontosan lehet látni, hogy ő éppen mit játszott. Rendkívül egyszerű, de mégis kristálytiszta futballt játszottak, és nyilván nem véletlen, hogy megnéztem, október 22-én kaptak utoljára a Debrecentől, azóta egy-egy kósza döntetlen, és utána csak győzelem, és ez a hétvégi meccs számomra azt igazolta, hogy itt a bajnoki címért itt egy hármas versenyfutás lesz. Én úgy gondolom, hogy a Paks nem esik ki a rendszerből, és a Vidi pedig közvetlenül ott van a Fradi, nem mögött, illetőleg most mögött, de valóban a Haraszti Zsolt egy mai interjújában nagyon jól elmondta, hogy tudják, hogy nem ez a végeredmény, de azzal együtt én úgy gondolom, hogy egy jó Vidi és egy jó Paks méltó ellenfele lehet a zöld-fehéreknek. Az interjú nálunk jelent meg. Csak úgy mondanám. Egy korábbi MSZ-ot kollégától, igen. Igen, hát biztos, hogy a Paksról érdemes beszélni, nagyon érdekes párhuzamot én is olvastam, elemzést a Csank Jánosnak a magyar bajnok Vác csapatához hasonlítják olyan adatok alapján, amikről nem is gondoltam egyébként, hogy ma akkori 30 évvel ezelőtti bajnokságokból elérhetők, de például a pontrugásokból szerzett gólok százalékos aránya mind a Vácnál, mind a Paksnál jóval magasabban áll, ami a labdarúgásban általánosan.
bevált, tehát sokkal több gólt szereznek a rögzített helyzetekből. Annak idején ugye Vácon Csanknak voltak olyan pontrugói, főleg Nagy Tibor, aki bárkinek a fejére odarúgta, és középen egy Füle, egy Répási egészen kiválóan fejelő játékosok tudtak érkezni. És ez az előny, amikor van egy gól előnyöd élből mondjuk egy meccsen azért, mert majd egy szögletből vagy szabadrugásból befejezsz, akkor ez egy jó munkás, melós, hajtós, védekezős csapatnál akár már elég is lehet. De és nagyon fontos, tehát olyan szempontból, hogy például az angol bajnokságot is egy olyan csapat vezeti, az Arsenal, amelyik ebben kiemelkedik a mezőn, legalábbis nem kiemelkedik, de vezeti a szögletekből és a pontrugások után elért gólok számának. És hát ez nagyon érdekes, hogy egy edző filozófiája hogy jelenik meg ebben, hiszen Bognár György valószínűleg pontosan úgy van vele, akit egyébként tényleg most már szerintem azért elismerhettünk jó edzőnek magyar szinten mindenképpen, hogy az ő játékos állományánál ennek igenis van jelentősége. Guardiola sosem dolgozott olyan csapatokkal, ahol neki a pontrugásokra kellett volna fektetni, hiszen az ő filozófiája, hogy nálad van a labda, mondjuk 80%-ban adott esetben, akkor nem vagy rászorulva, hogy szögletekből szerezzél gólt. Tehát nyilván itt olyan csapatokról beszélünk, amelyeknél nincs ennyit a labda. És ugye még egy pár húzom azzal a bizonyos régi váccal, hogy Pakson is, most, amikor valóban már gyakorlatilag az egész magyar mezőny tele van légiósokkal, csak magyar játékos van, és olyanok, majdnem mindenki, aki valahol már egyszer kapott egy esélyt, vagy nem élt vele, vagy nem kapta meg az esélyt, és ezért elment Paksra, vagy itt tűnik fel, és kerül aztán majd jobban előtérbe. Tehát valamit jól csinálnak, mert a magyar játékosokat extrán tudják motiválni, és csapatba építeni. Én szerintem, amit Bognár György féle Paks tud, az például az, hogy nem rettegnek ettől a 12 csapatos bajnokságtól. Bognár György úgy van vele, hogy nyilván Pakson nincs feltétlen eredménykényszer. De most, ha kiesik a Paks, mi van? Nyilván anyagilag oké, de most nem az, mint hogy kiesett a Honvéd, nem az, mint hogy kiesne a Fehérvár, tehát nincs az eredménykényszer, és nem úgy állnak bele a mérkőzésekbe mondjuk a 7. forduló óta, hogy úristen, nyakunkon a kés, és csak ne kapjunk ki, és lássuk meg, hogy majd hogy alakul a mérkőzés. Ez az egyik. A másik, hogy Bognár György nagyon, tehát én azért tisztelem, mert bele tudott váltani a saját filozófiájába, egészen konkrétan a augusztusi Ferencváros Paks 6-1-es mérkőzés szünetében, ahol 45 perc alatt megkaptak 6 gólt, és onnantól kezdve egyébként ezt vállaltam, ott összeültek gyorsan, hogy akkor mire kell figyelni, hogy nem lehet azt a játékot játszani a Pakssal, amit egyébként előtte, és azóta, és tudom, hogy talán 8-9 gólt kaptak, meg most ugye 3-at, tehát hogy gyakorlatilag egy meccsen kaptak 6-ot, azóta 12-t valahogy így állnak, hogy belemert ebbe váltani. Tehát ebbe ez a nagyon-nagyon fontos. Megint egy érdekes kérdés, hogy például az MTK-nál miért nem volt sikeres Bognár György? Hiszen ugye neki az egy szerelemklub, ott lehet, hogy pont a nyomás volt az, amit nem viselt el. Én azért alapvetően tényleg erre a hozzáállásra gondolok. Egészen más az akadémiáról kikerülő, lehet, hogy egy kicsit talán vattában élő, meg a nagy elvárásokkal először találkozó fiatalokkal, akiknek ráadásul esetleg még föl is dobják. Németh Krisztián, Stiebert. Jó, hát persze, minden csapatból lehet mondani rutinos játékos. A Paksban láthatóan tényleg mindenki rettentően motivált is bizonyítani akar. Egyébként a történelmi tradíciókhoz csak annyit, hogy valóban a Paksra még mindig úgy gondolunk, hogy hát nem nagy ügy, ha kiesik. Szerintem a jelenlegi mezőny minimum felénél régebben első osztályú csapat egyébként a Paks. Mondjuk itt akkor 6 csapatról beszélünk, mert akár az Alegerszeg, akár a Diósgyőr ide-oda liftezik, és akkor Kisvárda, Mezőköves, Puskás, tehát ezekről nyilván a Paks ezekhez képest történelmi léptékkel egy komoly csapat, és gyakorlatilag a nagyok után a legrégebben élvonalbeli. És hozzáteszem, egy olyan kisvárosban, ahol viszont valóban ez lehet a szervező erő, hiszen elmúltak ugye a 2000-es évek elején, amikor a kosárlabda vitte a prímet Pakson, és gyakorlatilag az volt a város csapata. 2,5 éve voltak egyszer nagyon nagy bajba, Debrecenben egy-egyre végeztek, volt egy hatalmas lövés a végén, és a Debrecen esett gólvonalnál, és aztán így a Debrecen esett ki. Debrecen attól esett ki, hogy Kaposvártól elvesztett 4 pontot. Egy 1-1-jel, meg egy 4-0-ás kaposvári vereséggel. Tehát a Kaposvár, aki 2-t nyert abban az egész szezonban, egyszer megverte a Debrecent, és ezzel a Debrecen elbúcsúzott, de akkor mondta is Haraszti Zsolt, az ügyvezető, hogy még egyszer ez nem fordulhat elő. Egyébként valóban, azt nem gondolom, hogy tét nélkül játszanak, mert közel 20 éve vannak az élvonalban. Ez nagyon jó projekt, tehát
nagyon stabil működés, és azt azok a legnagyobb... nyomás nélkül, tehát nincs rajtuk az a nyomás, hogy most dobogón kell lenni. Az nincs. És az a fajta nyomás sincs, mint amit egy-egy edző generál, hogy ő hol akar végezni azzal a csapattal, hanem igen, nyilván az a legfontosabb, hogy benn kell maradni, ugye ezt mondta Bognár György is a Fradi győzelem után, hogy ők már nem eshetnek ki, a Fradi még igen, ez van. Aranyos ember, de hát hogy ez a fajta nyomás nincs. Nincs az a fajta eredménykényszer, és ez fölszabadító, a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy Bognár György csapatai, mivel rendszeresen próbálnak támadni, még akkor is, hogyha most egy picit jobban figyelnek a védekezésre, kicsit olyan, mint most Postecoglou a Tatelemnél, hogy szeretnek a keze alatt játszani a játékosok, mert futballozhatnak a futballnak a jó értelmében, azt csinálhatják, ami miatt gyerekkorukban beleszerettek ebbe a játékba, és nincsenek feltétlenül belekényszerítve, hogy mit tudom én, egy Simeone-féle katujába, ahol tényleg van eredmény, de szenvedni kell úgymond érte, mint egyéniség. De azért megnéznénk Simeone-t Pakson egyszer, hogy ki hozza az állatot a fiúból. Hát ugye BL-be bejut a Paks. Igen. Szóval tényleg, Laci, neked nagyon jó kapcsolatod van ott a paksi vezetésben. Nyilván látod, hogy ezt a modellt hány év alatt, meg milyen sablonok, vagy milyen elképzelés mentén építették fel. Az azért nagyon érdekes, hogyha belegondoljuk, hogy amióta a Vidi nem tudta a Fradival igazából lépést tartani, ugye sok éven keresztül ez egy kétszemélyes versenyfutás volt, azóta majdnem minden évben van egy csapat, akinek úgy hirtelen kijön. A Kisvárda volt második, a Kecskemét tavaly, most épp a Paks, tehát hogy mintha azért az is közre játszana, hogy ez a sokszor beszélt nagyon homogén mezőny, amiben három meccsel kieső jelölt lehetsz, vagy éppen dobogós, hogy éppen kitemel fel. Most a Paksnak van szezonja, ahogy tavaly a Kecskemétről se hitte senki, hogy a Ferencváros fogja szorongatni. Paks azért volt már ezüstérmes, nyert ligakupát. Ott a projektet találom, illetőleg... Elfogult vagyok, úgy gondolom, a barátom Haraszti Zsolt, és egy végtelen kiszámítható sportvezető, aki túl azon, hogy ismeri az üzleti életvilágát, futballozott MB2-es, MB3-as szinten, és víziói vannak, tehát látja a jövőt, és ő is azért pár hete beszéltünk, és mondta, hogy nem minden annyira egyszerű, hiszen most fizetést kell adnunk, és olyan nincs, hogy tartozás van, tehát valahogy összeszedik. Az igazolások minden évben 1 millió eurót kell, a mai Kajzi által említett interjúban is benne van. Valahogy pluszban mindig kell teremteniük 1 millió eurót. Ez tavaly egyszerű volt a Varga Barni eladásával, előzőleg eladták Hány Jánost, előzőleg nagyon jól eladták Ádám Martint, de a kérdés az, hogy az idejében nem látom ezt a lehetőséget, hogy kit tudnak értékesíteni. Vindekker Józsit egyébként. Hát ezért kell az a pénz, amiről beszélek, és amire egy kicsit itt vitatkoztunk adás előtt, hogy ez a fiatal szabály, vagy fiatal képzési pénz, vagy nem tudom mire vonatkozik, tehát hogy vannak csapatok, akiknél az edző nem mondhatja azt, hogy a legerősebb összeállításban játszom, mert az én feladatom most az, hogy a csapat megkeressen nem tudom hány 10 millió forintot azzal, hogy végig játszik egy gyerek, akinek a helyén nyilván játszhatta esetleg jobb játékos. Ezzel egyébként az a borzasztó szerintem, tehát nem azzal van a baj, amit Bognár György mondott, hogy ez igazságos vagy nem igazságos, hiszen akkor nem igazságos, hogy a Premier League-ben a Manchester City mögött egy állam áll gyakorlatilag. A Luton, nem is mondja senki, Luton, hogy igazságos szerintem. Tényleg nem mondja senki. De ma mi nem igazságos? Hát annak az a tulajdonosa, ennek ez a tulajdonosa. Ilyen anyagi lehetőségei vannak, olyan anyagi lehetőségei vannak. Hát ez ugyanígy van itthon is. Ennél sokkal borzasztóbb az, hogy mit csinálnak azzal a játékossal, akinek mondjuk lesz így kamu 20 NB1-es meccse, mert valljuk be, hogy ezek ilyenkor kamu meccsek, vagy kamu játékpercek, mert nem azért kapod, mert te olyan jó vagy, hanem azért kapod, mert úgy viszonylag vállalhatóan futballozol, és beleesel a korosztályba. Mi történik akkor, amikor ez a játékos túlmegy időben, korban, azon a számon, amikor már ugye nem számít utánpótláskorú játékosnak. Pontosan tudjuk, mi történik, Tomi, hát rengeteg példa van rá. De azért mondom, hogy ezt innét kell vizsgálni, nem onnét, ahol Bognár György a hétvégén fejlővárom. Szerintem meg ezt onnan is lehet vizsgálni, hogyha ezek a játékosok nem csak kényszerből lehetnének berakhatók, és akkor elmehetnénk az utánpótlásig és az összes akadémiaig is, a más sportágok kapcsán is szoktunk beszélni, hogy hol vannak a bevethető 18-20 éves játékosok, akik a most éppen ugye a Milánban egy szerb 18 éves gyereket cseréltek be, és rugott gól 17 perc után. Igaz, hogy nem Szerbiában él már, de szerb származású. Tehát, hogy tudjuk, hogy vannak országok, ahol jönnek fel olyan tehetségek, akiket úgy be lehet rakni, hogy nem csak a pénzt fogják meghozni a csapatnak, hanem adott esetben a gólokat meg
pontokat is. Szerintem itt Fehérváron Pető Milán sem azért fog majd előbb-utóbb. Ő nem, mert a Vidinek egyelőre... Magában, mert kell a lóvé, hanem mert ő jó futballista. Mert itt nem kell a lóvé. Igaz? Itt jó vagy. Igen, hát még a jegyeket is állt a klub most a legutóbbi mérkőzésen. Ezt nem szabad volna elmondanom szerintem. De miért? Miért? Hát a címnek a D-szektorban nem mehet. Igen, ott bocsánat, a C és D-szektorban valóban. Igen. Itt a kérdés? Van ebben egyiket némi jelentmondás, hogy a Garancs István valóban adott egy olyan interjút, ami az előző évtized után szinte már a szegény házat vetítette előre, ugye, hogy még reggel is lesz, meg 10 órai csomagot se kapnak szegény játékosok. Azért közben az a helyzet, hogy a Vidi például ezekre a fiatal percekre az érte kapott pénzre, mintha nem lenne rászorulva, hiszen nem játszik ilyen fiatal, kivéve valóban Pető Milánt, aki viszont szerintem annyi jogon kerül be a csapatba, amikor játszott. Itt a kérdés az, hogy a tulajdonosnak mi a stratégiai. A Vidin évadó szponzora látványosan nem vállalt szerepet a magyar futballban, de kikövetkezthethető, hogy mi a következő állomáshely, mert a Győr egész biztosan fel fog jutni, és ők most nem érdekli őket, hogy MB2-ben mik a szabályok, ha kell 15 külföldivel kiállnak, biztosan megnyerik a bajnokságot, a Nyíregyházát szerintem meg fogják előzni. Nem lesz könnyű dolguk, de ők szakítottak azzal a hagyománnyal, hogy van egy MB2-es középcsapatom, megfelelők a percdíjaknak, van egy tulajdonosom, ők most egyértelműen a feljutást célozták meg, és nem is nagyon foglalkoznak. Van, aki szerint 400 milliót engednek el, van, aki szerint 500-at, más szerint 600-at, de az biztos, hogy mindenáron fel akarnak jutni, a létesítmény megvan, a város gazdag, és úgy gondolom, a Győr hagyományai valóban predesztinálják a Kisalföldet arra, hogy MB1-es csapatuk legyen. Ott megszületett végre az a döntés, hogy van tulajdonos, komoly gazdasági háttérrel rendelkezik, és NB1-et szeretne. Illetve az akadémiai rendszerük is sokkal előnyösebb helyzetből indul, mint a Paksi vagy a Vidi, mert ugye kiemelt akadémia van Győrbe. Érdekes kérdés valóban, hogyha mondjuk ugye Tomi említette az adás elején, hogy egy befújt vagy be nem fújt 11-esen múlt, szerintem ez így ki van azért kicsit élezve, de mondjuk azt, hogy ezen múlt, hogy azt mondtam, hogy volt egy ítélet, ami vállalta. Igen, igen. És nyilván nagyon sok minden alakulhatott. Mert azt a 11-esbe is kell rúgni. Egyébként nem, ettől függetlenül is azt gondolom, hogy tényleg hajszálon, tehát nem a Vidi múlt, és tényleg a kezünket összetehetjük a múltkori rettenetes szezon után, de hogyha mondjuk most kiesett volna a Fehérvár, hogy ott például milyen útot látnánk, mert valóban Garancsi István akár MB2-es klubvezetőként is mondhatta volna azt, amit a Győr tulajdonosa, hogy nekem nem kell a magyar játékosokért adott támogatás, hanem a 16 légióssal neki megyünk és agyonverjük az MB2-t, lehet, hogy az se lenne olyan egyszerű, és akkor most azt ünnepelnénk, hogy milyen komoly előnnyel vezeti a Vidit. Azért jobb azt ünnepelni, hogy a harmadik helyen csak mennyi a Fradi? 3 ponttal vagyunk a Fradi mögött, azt hiszem, és 4-jel a Paks mögött. 34-33-30, igen. Így van. Jó, azért tényleg még a téma végén beszéljünk a Vidiről egy kicsit, hogy ti hol látjátok ennek az egésznek a fordulópontját, és mennyire érzitek stabilnak és állandónak ezt a helyzetet. Én bennem bevallom, talán még a múltkori szezonnak a rettenetes emléke miatt még mindig ott van egy kicsit a bizonytalanság, hogy most ez egy flow, ami elkapta a csapatot és felrepítette, és most ne felejtjük el, hogy tényleg a legtöbb meccset hazai pályán játszott a Vidi, ezek általában rugott 3 gólt, volt, hogy 2 játékost kiállítottak az ellenfélből, tehát lehet kapni azért olyan momentumokat, ami alapján azt mondjuk, hogy itt most adott a gép. Tavasszal lesz 10 idegenbeli mérkőzés, és csak 6 hazai, rögtön az elején 3 idegenben. Érzitek-e azt, hogy ez a stabilitás, ami most van, ez ezekkel a nehézségekkel meg tud küzdeni a csapat? Én szerintem igen, nyilván most azért jól jött volna, hogyha legalább a következő meccset még lejátsszák, ugye az Zalaegerszeg idegenben a következő Kecskemérre mentem, hogy ilyen fagyott szántóföldre, hogy ha nem tudod, hol patal a labda. Kisüt a nap, akkor meg sarat a dagasztunk. Az biztos, hogy ez a csapat, ez most az a csapat, amelyik az elé dobott lehetőséggel tud élni. De ugyanakkor meg van egyfajta fejlődés. Mert említetted is, hogy volt itt 2 olyan mérkőzés, amikor az ellenfél 9 emberrel fejezte be az összecsapást. Hát igen, Kádár meg Tiám sem volt feltétlenül a helyzet magaslatán, amikor Kádár a félpályánál ilyen nyakmagasságba emelt lábbal csúszott be, Tiám gyakorlatilag 40 percen keresztül rúgdosta a Kalmát. De az is tény, hogy ez a csapat az jelen pillanatban tud élni ezekkel a lehetőségekkel. Gzselák tud úgy cserélni, hogy azzal tud meglepetést okozni az ellenfélnek. Mert például, hát annyira nem bír a keret. Hát nem. És azt akartam mondani, hogy elbírja ez a keret azt, hogy nincs Fiola,
és nincs Kalmár most már egy néhány mérkőzés óta. És ugye például egy Újpest elleni meccset azt meg tudta nyerni úgy a Vidi, hogy az alapvetően nagyon sokáig nem a Vidinek állt, de tudott úgy cserélni Zselek, hogy arra nem tudott egyelőre, nem tudott mit reagálni a 80-valahányadik percig Nevo és a Vignjevics. Tehát, hogy ezek így megvannak, most nyilván a keretet lehet egy picit mélyíteni, az megint egy kérdés, hogy mondjuk Kalmár meg Fiola majd milyen állapotban és milyen motivációval tud majd visszatérni. Szerintem óriási lesz bennük egyébként a motiváció az EB miatt. Kalmár egyébként, hogy látjátok, mennyire hiányzik a csapatból, érdekelne a véleményed, mint szurkolónak is, mert kétségkívül egy egészen kivételesen képzett játékos magyar szinten, már nem a leggyorsabb, már nyilván nem a karrierje csúcsán van, de azt láttuk, hogy amint megérkezett, azért tudott emelni a csapat játékán. Hozzáteszem, az még az a Vidi volt, amely nagyon akart kikászálódni éppen a gödörből, de igazából nélküle jött aztán a szárnyalás olyan csapatjátékkal, ahol nekem felmerült, hogy valójában hiányzik-e ő a pályáról. Szerintem egyébként átrakta a mentalitását most jelenleg a játékosokra, én azt látom. Pont a legutóbb, amikor bent voltam az adásban, ugye pont ezt mondtam, hogy a Kalmár Zsolt mennyire egy fontos figura volt a felfele ívelésünkbe. És hát most már láthatjuk, hogy nélküle is sikerül. Még az előző gondolatmenetet hadd egészítsen ki, hogy most figyelj, szerintem... Kiegészíti a gondolatmenetet. Na, figyeljék! De miért az enyémet? Miért adás végén visszavonultatunk, Laci. Kapsz egy virágcsokrot. Most legérdekesebb kérdés számomra egyébként, hogy a sportigazgatói pozícióval mi lesz? Mert jelenleg stopli a sportigazgatónk. Ez hivatalos? Hát nem hivatalos, de hát... Stopp, ez sportigazgatom, ez jó. Azzal egyébként szerintem semmi, mert ezen gondolkodtam egyébként, én híve vagyok ennek, hogy legyen az edző fölött valaki. De működik a rendszer, tehát... Topolyam... Nem volt még átigazolási időszak, azt ne felejtsük el. Igen. Ki fog most dönteni? Van egy ügyvezető és van egy edző, tehát Garancs István helyében ő nyilván tárgyalt emberekkel, egész biztos. És a csapat elkezdett nyerni. És nyilván a pontos összeget senki nem tudja, de a sportigazgatói státusz azért az egy jelentős anyagi kifizetéssel jár. Nem, és azt mondja, nem minimálbér, nem? Picivel jelentősebb. És azt mondja a tulajdonos, hogy nyer a csapat, nyer. Az ügyvezető dönt pénzügyként, dönt. A vezető edzőre megvan a felelőssége, megvan. Ha rosszul szerepel, majd én kirúgom. Az edző elmondja, kit szeretne igazolni. Balog Attila, az ügyvezető megnézi. Van rá keret, nincs keret, jó, akkor kezdjétek meg a beszélgetéseket ügynökökkel. Van kapcsolata a klubnak, és a legvégén, amikor áment kell mondani, azt mondja Garancs István, hogy belefér, nem fér bele. És ő azt mondja, hogy kihagyom ezt a láncszemet, mert pillanatilag egy sportigazgatóval sem lennénk előrébb. Hát arról nem is beszél, hogy ez a modell, ha lehet ezt annak nevezni, ez azért nem új. Tehát 30 évvel ezelőtt nem voltak sportigazgatók, nem voltak az edző fölött szakmai döntéseket hozó emberek, adminisztratív vezetők voltak, egy szakosztály vezető az utazásokat intézte meg a többi klubbal a kapcsolattartás nagyjából. De és hát most nyilván baromi túlzó lesz, amit mondok példa, de egy Sir Alex Ferguson vagy egy Arsène Wenger fölött sem volt szerintem sportigazgató, aki megmondhatta az öregnek, hogy most ezt fogjuk leigazolni. Sokkal inkább előfordulhatott, hogy az öreg csinált orbitális baromságot is, ugye a hajléktalan válogatottból igazolt a Manchester Unitednek, de azért nyilván többségiben jót igazolt, és a csapat nyert mindent. Tehát, hogy azért ismertős ez a modell, hogy egy kompetens szakmai vezető, aki a kispadon is ül, ismeri a csapat játékát, tudja, hogy milyen taktikához, milyen karaktereket keres, ő dönt. Én azt gondolom, hogy scoutokkal, játékos megfigyelőkkel azért tartják a kapcsolatot. Tehát én se tartom feltétlenül törvényszerűnek, hogy sportigazgatót kell szerződtetni. Ja. Viszont csatárt azt szerintem kéne mindenképpen. Mi kéne? Csatár. Hiszen most van egy gólkirályi pozícióban lévő csatárunk, de hogyha ő megsérül, és Karamoko is kiesett, akkor marad egy Szabó Levink, ami... Aki nagyon jó. Aki jó, persze, csak most... Azért három csatára nem meg kell tudni oldani ezt a szezont. Itt én gondolkodtam, hogy mitől vagyunk ennyire jók. Tehát a kapus poszton indul, hogy hát úgy gondolom, Tóth Balázs szemében az optimális, tökéletes kapussal rendelkezünk. És a Kalmár kapcsán, hogy Debbie Flores kimondotta jól játszott a hétvégén. Összeszedte a labdákat, nem veszített pár harcot, és tudta folytatni a játékot.
Kastrati szerintem nagyon jól jött be, ő megérdemelni, hogy adott időszakban kezdjen is. Tehát szerintem Kastratiba pont ez a jó, és szerintem Kastrati is ezt fogadta el, Zselák pedig ezt ismerte föl, hogy Kastrati kezdőként nem jó, nem olyan jó, viszont amikor beszáll az utolsó 20-25 percre, az a sebesség, az a lendület, az a dinamika, amit ő tud hozni a játékba, egy fáradt védelemmel szemben nagyon sokat tud hozzátenni. Igen, egyébként nagyon tényleg egyéneken mérhető evolúció, amit látunk hát itt a csapaton. Azt akartam mondani, hogy a Ferencváros más, nyilván a Ferencváros más polcra helyezhetjük azzal együtt, hogy itthon olykor döcögött a szekér, meg nem ők vezetik a bajnokságot. Nyilván, hogy egészen kimagasló is magyar szinten. Hát, a Fradinál ne felejtsük el, hogy 33 meccset játszott a Ferencváros, és ugye 12 sérültje van, abból 11 az gyakorlatilag alapember. Ennél többet nem vagyok hajlandó Ferencvárosról beszélni, azt akartam mondani, hogy nyilván az ő játékos állományukat egész más polcra kell helyezni, de az összes többi magyar csapathoz képest például ezt a Christensen-Flores középpályás duót jelenleg én nem cserélném el senkire. Tehát én azt látom, hogy ezek olyan szinten lettek meghatározóak a Vidi játékában, pedig hát Floresről az első emlékeim tényleg ez a mindenhova ideér, mindenkit lerúg, és egy jó passza nincs. Christensen pedig egy kifejezett alibizőnek tűnt az első néhány mérkőzésén szintén. Valószínűleg ez is az edző érdeme, hogy őket ennyire tökéletes rendszerbe tudta állítani. Ami szerintem nagy előrelépés a tavalyihez képest, az az, hogy pontosan azok a játékosok, akik tavaly nem tették oda magukat, amikor a kiesés réme fenyegette a csapatot, azok most elmentek. És ennek egy jó részével távozott a hatalmas arc is a csapatból, és ezt játékosok is meg tudják egyébként erősíteni, hogy ez egy ilyen összetartó, egymást megismerő, megkedvelő együttes lett. Ugye Bartosz Zselák elmondta, hogy ő neki lett egy szabálya, hogy bejössz az öltözőbe, és nincs telefon. Tehát nem Instagramon beszélgetünk a mellettünk ülővel, hanem így verbálisan, mint hogy én szólok a Lacihoz, meg így itt van így. És megengedem, hogy megérintsél. De ez nekem olyan furcsa, hogy azt mondom, hogy ez vívbájt, hogy tényleg tudjátok képzelni, hogy a többi NB1-es öltözőbe beviszik a játékosok a telefont, és azért nyomkodják, amíg azért a taktikai értekezlet. Akkor nem, de mindenütt megvan a maguk szabályai, ki kell kapcsolni a telefont az edzés kezdet előtt egy órával, és nem tudom, mennyivel lehet visszakapcsolni, de a telefonok döntően bent vannak azért. Aha. Na jó, hát én nagyon bízom benne, hogy tavasszal is okoz majd kellemes perceket nekünk a videó, annál is inkább ennek a műsornak is jót tesz, hogyha arról beszéltünk, hogy most éppen hány ponttal üldözzük még a Ferencvárost. Hazudtam az előbb, azt azért meg akartam kérdezni, ha már itt a focinál tartunk, és a nemzetközi kupák sorsolása lezajlott, hogy mennyi esélyt adtok a Fradinak az Olympiakos ellen, illetve a Bajnokok Ligája sorsolásáról beszélve egy kicsit, hogy most hogy látjátok az esélyeket, de kezdjük akkor azzal, hogy ugye már az óriási dolog, hogy magyar klub a Debrecen 9-ben, mikor? Vagy 2000? Mikor élte meg a tagokat? A tavaszt. Hát az mi volt? Az 2002-2003? Igen, tehát valahogy 2000-es évek elején ugye egy Szentes Lázárral, igen, a Brűzs ellen esett ki a tavasz első, tavaszi, március közepén. Igen. Még egy olyan UEFA kupában, ami azért sokkal kevésbé volt talán felhigult mezőnyben, viszont azóta ugye... Volt felhigult mezőny? Nem volt csoportkör, tehát hogy szem három párharcot játszott a Debrecen. Igen, de ez azt jelenti, hogy valóban Európa legjobb csapatai indultak akkor az európai kupákban, nagyon koncentráltan, tehát te nagyon fiatal vagy, már nem emlékszel. Nem emlékszem, csak tudom, olyan, hogy degradálni akarnád a mostanit. Isten, amikor... ments! Nem, nyilván sokkal jobb a focima, és sokkal kevesebb az esély, de tény, hogy nagyon nagy dolog volt akkor, hogy a Debrecenek ez összejött. Most a Fradinak nyilván összehasonlíthatatlanul nehezebb dolga van. Én olyan nagyon nem gondolom, hogy akár az Olympiakos ellen nem folytathatják ezt a bravúros menetelést. Lett volna ott ehhezebb ellenfél. Az más kérdés, hogy a görögöknél sose tudni, mert ezek meg egy őrült a tulajdonosa, aki néhány 40 éves brazilt megvesz a szurkoló kedvéért bármikor. Aztán ki tudja, hogy játékban meg mire képesek. Hát én szerintem, akiket kaphatott a Ferencváros, azok közül a Betis volt az, amelyikre azt mondom, hogy az ellen olyan nagy, az ellen mondjuk olyan kevés esély lett volna, mint... Hát én láttam ezt az Union Saint-Gilloise-t, amely egyébként 5 ponttal vezeti ellen a belga bajnokságot. Nem rossz csapat. Szerintem 1-2 lett volna. Eintracht Frankfurt ellen se adtam volna ez, azért oda. Ez a Ferencváros, ez lehozott ugye egy csoportkört veretlenül, amiben az egyik legjobb belga csapat van ott, ugye a Henk.
És ugye az éppen szériában negyedik helyen álló Fiorentina. Tehát, hogy egy Union Saint-Gilloise lehet, hogy egy vezeti központtal a belga bajnokságot, nem egy Real Betis szintén, azt gondolom. Azon kívül, meg nyilván a Ferencvárosnál ott még azért messze nem tart, hogy azt mondjuk, hogy bármelyik ellenfél is tapsolni lehet, mert nyilván egy Sturm Graz sem könnyű ellenfél, vagy egy Servet. Én azt gondolom, az Olympiakos ez egy olyan ellenfél, amellyel szemben legalább 50% esélye van, és nyilván az Olympiakosnál is úgy vannak vele, hogy 50% esélyük legalább van. És hát annak idején, pont 96-ban ugye pont egy ott akkor szerintem sok inkább esélyes volt az Olympiakos Piraeus, mint most, és mégis sikerült őket egy 3-1-2-2-vel kiejteni. Én gondolkodtam, hogy a sorsás, a Sturm Grazot éreztem volna olyannak, akivel szemben úgy gondolom, hogy ha nem is biztos továbbjutás, de nagyobb esély. Az Olympiakos Piraeus kapcsán gondolom azt, hogy óriási fejlődött klubszétel a magyar futball. Tehát, hogy egy Fiorentina ellen úgy mész ki a pályára, hogy tovább juthatsz egy belgia csapattal szemben egyértelműen, egy szerb csapatnál is jobb vagy. Tehát én 8-10 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt. Tehát egyszer-egyszer egy magyar csapat csinálhatott bravúrt, hogy a Fradi kiverte 93-ban a Groningent, vagy valami hasonló történhetett a Videótonnal is, de az, hogy folyamatosan lépkedünk csoportköröket, illetőleg eljutunk egyenes kiesésre szakaszba, én ilyen tekintetben érzem azt, hogy rengeteg a óriási fejlődés klubszinten, de nyilván a külföldi labdarúgónak köszönhetően. Tehát a Fradi annak idén a Dolnál 7-es magyarral állt fel, és kiesett egy albán csapat ellen, kiesett a Rijeka ellen, Bosnyák, kiesett a Zeljetics Szarajevo ellen. Igen. És úgy esett ki, hogy... Azért az Dol hibája is volt, maradjunk annyiban. Tehát ez Dol sem nagyon... Tehát Dol nem tudott annyit a fociról, mint mondjuk Rebrov, vagy Stöger, vagy Csercseszov, vagy most Stankovics. Egy nagyon szimpatikus ember volt, akivel által nagyon lehetett élvezni az életet Budapesten, de ő aztán 4-2-3-1-et azt tudta, aztán azon kívül más meg nem. Na, de az tény, hogy befejezzem, hogy tényleg azt jó volt látni ebben a Fradiban, hogy egy Fiorentina ellen Firenzében is tudott hosszú perceken keresztül, fél órán keresztül dominálni, és itt egy sorsdöntő csoportmeccsen a szezon 32. mérkőzésén is tudott dominálni, vezetést is szerzett, és ugye volt olyan periódus a párharcnak, amikor csoport elsőségre állt. Én őszintén csodálkoztam, hogy egy olyan mérkőzésen, hogy egy olasz csapatnak jó a 0-0 egyáltalán se gól, mert általában nem így szokott történni. Amúgy meg hosszabbításos párharcra számítok az Olympiakos ellen, mert ugye nincs már idegen belül gólszabály, és a Fradi minden nagy csapattal döntetlent játszott az összes meccsén a csoportban, tehát a Csukaricskit verte oda-vissza, és a négy másik döntetlen az így elég volt a továbbjutáshoz. Úgyhogy szerintem itt is ez lesz, hogy egy ilyen jó kis szoros párharc. Viszont, hogyha a Bajnokok Ligájára megyünk át, hoztam egy papírt, csak nem tudom, hol van, elfejtettem behozni. Olyan szépen fölírtam a párosítást, amit szerintem így fejből nem tudom. Szerintem a Kőben Havel lesz a BL győztese. Na. Mert ugye alapvetően igazságtalan, hogy a Manchester Citynek mennyivel több pénze van, mint a Kőben Havennek, de mégis az a szép a fociban, hogy a Cityt is el lehet kapni. Hát nem tudom, őszintén szóval én a Lipcse-Real Madrid párharcra leszek kíváncsi, a Real ugye tele van sérültekkel, de tudjuk, hogy a BL-ben azért alapvetően egészen más arcát szokta mutatni. Nem tudom, nem, nagyon nehezen képzelem el, hogy a Cityn, a Bayern Münchenen, vagy mondjuk az Interen, amely szerintem nagyon-nagyon egybe van most kívül, melyik csapat tudna a végső győzelemre menni. Hát az, amelyik ezeket legyőzi. A United már nem, az biztos. Hát, ja, meg talán a Liverpool se. Nem. Ezek az angol csapatok, ezek túl könnyűnek találtatta. Egy Eindhoven, Kőbenhavn BL döntő az erős lenne mindenképpen. Monaco, Porto annak idején, ugye? De az biztos, hogy átrendeződtek kicsit az erőviszonyok, tehát a Manchester United, hogy mennyire romokban lehet szakmailag az egyesület, az hogy... És a City sincs annyira rendben most, de azzal együtt is ezek a nagyok a végére mindig kiegyenesednek. Tehát én igazi rossz Real Madridot talán soha nem láttam, mint ahogy mondható. A Barcelona is el tudott jutni arra a szintre, hogy végtelen gyengék lettek. Egy Bayern München úgy gondolom ott lesz a végelszámolásnál,
mindig ott van, és én nagyon bízom Ancelottiban a szakmai tudásában, és nem jelentették be hivatalosan, most olvastam talán tegnap, hogy lesz brazil kapitány, nem lesz, hogy állítólag nemzetközi futballban van egy ilyen standard, hogy fél évvel előtte lehet már bármit is bejelenteni, még nem jutottunk, ez január végén lehet esedékes, de hogy valóban, hogy elhagyja a Real Madridot, tehát nyilván brazil kapitánynak lenni, ha sikeres a csapatod, az a világ legjobb állása, ha nem, akkor nem annyira szerencsés, és hogyha nyer a Real Madriddal, én nem gondolnám, hogy ott hagyná a királyi gárdát. Az a kérdés, hogy a Paris Saint-Germain az mit tudom, végre a legjobb nyolcon túl tud-e menni, hogy egyáltalán oda bekerül-e. Az egyébként egyértelműen látszik, hogy az a fajta terhelés mondjuk mit jelent, amit a Premier League ad, és mit jelent az, amit mondjuk a Serie A, vagy hát a La Liga, hogy az onnan érkező csapatok, az a két utóbbi bajnokságban mennyivel könnyebben, frissebben tudnak futballozni a BL-ben, még tényleg az, tehát az nem a Premier League gyengeségét mutatja, hogy kiesett két Premier League csapat csoportutolsóként, vagy nem a Unitedről lehetne külön egy 4,5 órás műsort összerakni, ezzel mi mindig küzdünk, amikor a Premier League-ről beszélünk, de hát a Newcastle az gyakorlatilag elmorzsolódott a szezon során, és a City sem a BL-ben küzdik, hanem ugye a csoportjában a legtöbb gólt rúgta, talán 100%-osan ment tovább, hanem neki a Premier League-ben vannak gondjai. Egy Arsenalnak sem volt igazán probléma, az látszik, hogy ezekből a gyengébb bajnokságokból, amikor a BL-ben mész, akkor mennyivel könnyebben lehet futballozni. Na, hát jó messzire jutottunk a fehérvári sporttól, úgyhogy itt az év utolsó adásának utolsó 4 percébe térjünk vissza hozzá, és beszéljünk egy kicsit a kosarasainkról, annál is inkább, mert Laci a felvétel után elmegy Szombathelyre, hogy megnézzen egy kosárlabda BL mérkőzés. Hát sajnos nem az Alba csarnokába kell menni hozzá, hanem ugye Pongó Marcit megnézni Szombathelyre. Ugye ott is véget ért az alapszakasz első fele. Nagyon azt kell, hogy gondoljam, hogy a Falkó erősen kiemelkedik. Óriási csoda lenne, hogyha ezt a bajnokságot nem húznák be, főleg úgy, hogy ugye egy playoffban háromszor kéne megverni őket. De sok panaszunk azért nem lehet az Albára, azzal együtt, hogy itt Debrecenbe becsúszott egy kicsit buta vereség. Ez két ismeretlenes egyenlet az idei bajnokság. Van a Falkó, van a Fehérvár, egy szakadék, és utána, mert szerintem a Szolnok is lényeges. Ennyire úgy látod, hogy az Alba a többiek fölött van? Én úgy gondolom, hogy biztosan döntős az Alba, és a Falkó megint nyerni fog, tehát látva az igazolásaikat. Így, ahogy döcögös első fél idő után is egy 30-assal megvernek mindenkit, és én úgy gondolom, hogy ez a két csapat egyértelműen kiemelkedik a mezőnyben, és nem is nagyon látok mögöttük olyan csapatot, aki érdekes lehet. Hát majd a Paks most. Feljön 8 vereséggel kezdték. Egyébként azért a baromi bosszantó, hogy az elmúlt évek legjobb albája ez most, és nem ez a bosszantó, hanem az a bosszantó, hogy van egy ilyen mezőnyből kimagasló Falkó, de én abban bízom, hogy azért nyilván a kosárlabda is tud olyan dolgokat produkálni, hogy amikorra majd oda kerül a két csapat, hogy majd akkor lejátsza megint a bajnoki döntőt, akkor majd lesznek olyan tényezők itt is, ott is, ami miatt ez majd egy izgalmas párharc lesz, és lesz reális esélye az Albának arra, hogy mondjuk legalább egyszer Szombathelyen győzzön. A tavalyi bajnoki döntő előtt a Szombathelyt sújtotta komoly sérülés, az egyik legjobb embere kiesett, ezzel együtt esélyesek maradtak és be is húzták, és most is az a helyzet, hogyha náluk, kivéve ha Per Zoli, bárki más megsérül, tudják pótolni, megvannak hozzá a játékpercék meg a játékaik. Ez ügyben viszont nekünk sokkal komolyabb félnivalónk van, mert gyakorlatilag egy 6 emberes rotációt visz Zubiaga, amiből ha egy kiesik, akkor azért már szerintem akár a Szolnokhoz, akár a többi csapathoz képest annyival nem leszünk előrébb. Legalábbis én így látom. A tavaly bajnoki döntő 5. meccse bizonyította azt be, hogy ott 4 év a bajnokok ligájában az ennyit jelent. A fehérvárok nem voltak felkészülve egy ilyen tétre, és lett azt a 30 volt a félidő, maradt 17-18 a végére, és a mostani Arina Szavariás meccsen is azt érzékeltem, hogy Szombathely 2 BL meccs között érkezett, a Fehérvár megverte 40-nel mondjuk előzőleg valamelyik kisebb riválisát. Tehát itt azok a meccsek készítik fel, amire én a mai napon nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az a plusz, amit hát nyilván tudjuk, hogy jobb csapatok
ellen, egy francia jó csapat ellen, most középcsapat ugyanannyi van, de egy jó csapat. Tehát tulajdonképpen ezek azok a meccsek, amik felkészítenek egy kiki magyar bajnoki döntőre, vagy esetleg egy kupa döntőre is, ami nyilván ott lesz előttünk, amit én nagyon bízom benne, hogy egy kupa döntővel azért már meg lehet fogni egy szezont. Tehát én nehezen tudom elképzelni, mondom azt, hogy mi a Falkot megverjük, de azt is sem tudom elképzelni, hogy bárki más megverjen minket. Hát meglátjuk, ez nagyon szép kis szezon lenne, hogyha mondjuk jövőre itt az év elején az Alba további győzelmeit ünnepelhetnénk. A hokisokról most nem beszéltünk, hiszen éppen ugye bajnoki szünet volt és ér véget majd ezen a hétvégén, de hát nyilván ők is végig parádézták az egész őszt, úgyhogy összességében szerintem 2023-ra a majdnem kieső videótonnal együtt, aki szerencsére ősz végére ugye feltámadt, nagy panaszunk nem lehet, legyen ennél kicsit jobb, és akkor nem lesz semmi panaszunk 2024-re sem. Én köszönöm szépen, hogy egész évben itt voltatok. Boldog karácsonyt nektek és minden kedves nézőnknek is, és akkor januárban jövünk majd az újabb helyzetelemzésekkel. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.